Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. Ebben a videóban 10 kegyetlen, gonosz gyereket fogok bemutatni nektek, akik szörnyű cselekedeteikkel megdöbbentették az egész világot. Gyerekek, akik pokoli gyerekkoruk hatására romlottá és lelketlenné váltak, és sokkoló, brutális gyilkosságokat követtek el mindenféle megbánás nélkül. 10. Alicia Bustamante. Alicia Bustamante drogos szülők gyermeke, egy teljesen átlagos lány volt, aki emellett mondhatni igen jó tanulónak is számított. Ám sajnos jó tulajdonságai mellett antiszociális személyiségzavarba és depresszióban is szenvedett, melynek következtében 13 évesen öngyilkosságot kísérelt meg és önvagdosó lett. Ahogy egyre inkább elhatalmasodott rajta a depresszió, annál inkább kezdte őt foglalkoztatni a gyilkosság fogalma. Ez a szenvedély egy napon addig fajult, hogy Alicia a kíváncsiságának engedve a tettek mezeire lépett. 2009. október 21-én a kis húga segítségével elcsalta a szomszédját, a 9 éves Elizabeth Oltent egy erdőbe, ahol először folytogatni kezdte, majd egy késsel összeszúrkálta és elvágta a torkát. A nyomozók az ügyet vizsgálva alig pár nap múlva el is jutottak Alishához, aki végül feladta magát. Életfogytiglani börtönre ítélték, legkésőbb 35 év múlva szabadulhat. 9. Paula Cooper. 1985. május 14-én Paula Cooper három barátnője társaságában 33 készszúrással meggyilkolta a 78 éves Ruth Palki biblia tanárnőt, majd elrabolt 10 dollárt az áldozattól. A négy lány közül egyedül a mindösszesen 16 éves Paulát ítélte halálra a bíróság. Később II. János Pál pápa és az áldozat unokájának a javaslatára a büntetését 60 év börtönre enyhítették. Paula a börtönben lediplomázott és minden jel szerint jó útra tért, melynek köszönhetően 2013-ban szabadlábra is helyezték. 8. Joshua Phillips. 1998. november 3-án a floridai Joshua Phillips éppen az utcán baseballozott, mikor véletlenül megsebesítette a szomszéd kislányt, a 8 éves Maddie Cliftont. Joshua pánikba esett, ezért az otthonába rángatta a kislányt, ahol leszúrta egy késsel méghozzá 11 alkalommal. Miután végzett, a holttestet az ágya alá rejtette, és igyekezett úgy tenni, mintha semmi se történt volna. Egy héttel a kislány eltűnése után Joshua édesanyja észrevette, hogy valami szivárog a fia ágya alól. Miután megtalálta a holttestet, azonnal kihívta a rendőrséget. Joshuát szándékos emberölésben találták bűnösnek, és életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 7. Willie Baskett. 1978. március 19-én a mindössze 15 éves Willie Baskett lelőtt egy Noel Perez nevű férfit egy New Yorki metró aluljárójában, miközben megpróbálta ellopni a férfi pénzét és óráját. 8 nappal később Willie ismét lelőtt egy férfit egy félre sikeredett rablás közepette. Willie-t később elkapták és letartóztatták, majd a gyerekekre kiszabható maximum időtartamra 5 évre ítélték. A nevetségesen enyhe büntetés nagy felháborodást keltett, így New York állam törvényhozó testülete kénytelen volt megváltoztatni a fiatalkorúak büntetőjogi törvényeit. Willie-t később szabadon engedték, majd számos bűncselekmény miatt újra letartóztatták és életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 6. Edmund Kemper. Edmund Kempernek mondhatni igen nehéz gyerekkora volt. Szülei viharos házasságban éltek, majd Edmund 9 éves korában különköltöztek, 4 évvel később pedig elváltak. Edmund a későbbiekben folyamatos megaláztatásokban részesült a családja részéről, így egyszerűen képtelen volt barátságokat kialakítani másokkal, és már kiskorában is előszeretettel kínzott és ölt meg állatokat. Mivel kezelhetetlen makacs gyerek vált belőle, ezért idővel a nagyszülei farmjára került, ahol a fiú nagyapja egy puskával ajándékozta meg az unokáját. A 15 éves Edmund az ajándékát használva később puszta kíváncsiságból végzett a nagyszüleivel. Edmund ezek után börtönbe került, ahonnan 24 éves korában szabadult. Sajnos a szabadlábra helyezése után ahelyett, hogy jó útra tért volna, stoppos lányokra és nőkre vadászó sorozatgyilkos vált belőle. 5. Janice Buttram.
A 17 éves Janice Batrom egy Daltonban lévő motelben lakott a nála 10 évvel idősebb férjével, Danny Batrommel és közös kislányukkal, mikor megismerte a szomszédjukban lakó 19 éves Demetra Parkert. Demetra rengeteget segített a házaspárnak, és igen sokat vigyázott Janice-ék kislányára, mégis Janice, aki pokoli gyermekkora miatt nehezen bízott meg az emberekben, fenyegetést látott a 19 éves lányban. 1980. szeptember 3-án egy hosszas éjszakai barangolás után az ittas házaspár Janice nyomására rátört Demetrára, akit összevertek, megerőszakoltak, majd végül Janice 97 készszúrással megölt. A házaspárt halálra ítélték. Danny később felakasztotta magát a cellájában, Janice pedig kegyelmet kapott. 4. Eric Smith. 1993-ban a New York állambeli szavonában a 13 éves Eric Smith az erdőbe csalta a 4 éves Derek Robit, majd megverte, megfojtotta, ezután egy bottal megerőszakolta, majd kövekkel ütlegelte a fejét. A nyomozók a bűncselekmény brutalitását tekintve eleinte felnőtt elkövetőt kerestek, ám végül fény derült a hihetetlen igazságra. A nyomozóknak a gyilkosság után 7 nappal végül sikerült letartóztatniuk a fiatal elkövetőt, aki szörnyű tettei ellenére semmiféle lelki furdalást nem tanúsított. Eric Smith a kiskorú elkövetőkre szabható maximum büntetést kapta, mely 9 évtől életfogytig tartó börtönbüntetést jelentett. 3. Mary Bell. A skóciai Mary Bellnek borzalmas gyerekkora volt, főleg prostituált anyja miatt, aki sokszor őt is kiszolgáltatta kuncsaftjainak. Mary a szörnyűségeknek köszönhetően 1968. május 25-én, a 11. születés napja előtt pár nappal megfojtotta a 4 éves Martin Brown-t. Nem sokkal később, július 31-én rátalált második áldozatára is, a 3 éves Brian Howe személyében. Mary a kisfiút először megfojtotta, majd a későbbiekben összevagdosta, a hasába egy M betűt vésett, és részlegesen megnyúzta a péniszét. A lány először javítóintézetbe, majd börtönbe került, ahonnan 12 év múlva 23 évesen szabadult. Szabadulása után anonimitást kapott, 4 év múlva pedig megszülte első gyermekét. 2. Jesse Pomeroy. 1872-ben a 13 éves Jesse Pomeroyt elítélték a kortársai ellen folytatott bántalmazások miatt. 2 évvel később, 1847. februárjában az akkora már 17 éves Jesse-t visszaszolgáltatták édesanyjának, aki ekkor Bostonban élt másik gyermekével. Egy hónappal később Jesse hazakerülése után bejelentették egy 10 éves kislány eltűnését, 2 hónapra rá pedig egy 4 éves kislány holttestére bukkantak rá a Dorchester öbör strandjánál. A nyomok a 15 éves Jessehez vezettek, aki a kihallgatása során azonnal gyanússá vált a rendőrök számára. Nem sokkal később, miután Jesse-t letartóztatták, a nemrég eltűnt 10 éves kislány maradványai is előkerültek Jesse anyja ruhaüzletének alaksorából. Jesse-t szörnyű bűnei miatt először halálra, majd életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Jesse 72 évig élt, melyből több mint 60 évet börtönben töltött. 1. Craig Price. 1987. július 27-én a mindössze 13 éves Craig Price gondolt egyet, majd 58 készszúrással megölte a 27 éves Rebecca Spencert. 2 évvel később az akkora már 15 éves Price bedrogozva halálra szúrt egy ártatlan anyát és 2 kislányát. Az anyát, Joan Heatont 57-szer, annak nagyobbik 10 éves kislányát, Jennifert 62-szer szúrta meg egy késsel, a nő kisebbik 8 éves kislánya, Melissa koponyáját pedig szétzúzta és 30-szor megsebesítette. Craig Price-t kiskorúságát tekintve mindössze 5 évre ítélték, ám mivel a börtönben továbbra is erőszakos magatartást tanúsított és több börtönlázadásban is részt vett, ezért a büntetését meghosszabbították. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!